Már a 13. makettet készíti Gál István, Vecsésváros díszpolgára Vecsés főbb épületeiről. A nyugalmazott pedagógus ezúttal a Városháza kicsinyített másán dolgozik. A tervek szerint a makett a hónap végére készül el. Hihetetlen mennyi makettet készített az elmúlt évek során, most is éppen dolgozik valamin, mégpedig a Városházán. Hol tartanak most a munkálatok? A Városházánál még nagyon elején vagyunk. Tulajdonképpen most gyártam le azokat az elemeket, épületelemeket, amiből azután majd az egész épület együttes összeáll. Megmondom, most már az a 13. makett a Városháza. Mindegyik makettnél más és más probléma jelentkezik. Az egyiknél kupolát kell készíteni, a másiknál boltívet, a harmadiknál a gerendázat nem úgy fut, mint ahogy az ember szeretné. Tehát tulajdonképpen mindegyiknél mindent ki kell külön-külön találni, és sokszor szoktam is mondani a feleségemnek, sokszor tovább tart kigondolni valamit, mint elkészíteni. Vagy elkészíti az ember, és menet közben rájön, hogy nem jó, mert ugyanis itt egy fordított világot élünk, belülről kell kifelé építkezni, nem úgy, mint a hagyományos építkezésnél, hogy fölhúzom a falakat, ráteszem a tetőt, belül elvégzem a munkát, itt belülről kell kifelé építkezni, mégpedig azért, mert minden maketnél vannak olyan részek, amelyeket megpróbálok belsőleg élethűen berendezni, tehát iskolába padokat, a templomokba szintén a padokat, az oltára, az imazsámoly, tehát mindent külön-külön meg kell csinálni, és ezt csak akkor úgy tudom elhelyezni, hogyha belülről kezdem kifelé az építkezést, és ez nagyon megbonyolítja a dolgot. 13. makett lesz a Városháza, megvárta azt, amíg megújul kívülről a Városháza épülete, mert ugye az elmúlt hónapokban teljesen megváltozott kívülről az arculata. Igen, valójában elkezdtem még tavaly nyáron. Elkészítettem a úgymond lábazatot, tehát ez egy 10 mm-es úszelvény, és abba építem azután be a lapokat, és akkor mondták, hogy várjak még egy kicsit, hogy milyen lesz az új Városháza külső része, és csak utána kezdjek neki. Hát így is történt a dolog. Hát megmondom, belekezdtem a másik makettbe, és azt félbe hagytam, de most elérkezett az idő, hogy ezt is minél hamarabb befejezzem. Számításaim szerint a Városházam makettjével olyan március közepére fogok végezni, utána következik a cifracsárda, annak is már megvan a rajza, mert elmentem, lemértem minden pontosan, és utoljára marad egy sváb, mondjam azt, hogy ilyen tájjellegű épület, hogy hogyan is nézett ki a régi Vecsés 150-200 évvel ezelőtt, és azt szeretném az utókornak megörökíteni. Milyen méretarányjal dolgozik, mi a legkényelmesebb az ön számára? Ahány darab, az annyi méretarány, ezt most itt mindegyiket fejből nem tudom, de készültem puskával, úgyhogy azt el tudom mondani. De mindenhol méretarány van. Na most a templomnál nagyon nagy szerencsém volt, hogy amikor az iskolát építették, készítettek egy rajzot a templomról, illetve a templomhoz csatlakozó épületről, és ezáltal méretarányosan tudtam dolgozni. Ahol nem áll rajz rendelkezésre, ott bizony ki kell menni, és mérőszallagot viszek magammal, és méregetem az épületeket, a hosszát, a szélességét, magasságát. Aztán belülről az ember bemegy és megnézi, hogy mi hogy van. Mindegyiknél megvan a méretarány, mert az borzasztó lenne, hogyha az épületnek, mit tudom én, a felmenő falakhoz képest a tetőszerkezete nincs összhangban, magasabb vagy alacsonyabb. Rengeteg fényképet is készítek egyébként a készítendő épületekről, pontosan azért, hogy még az apró részletek is előtérbe kerüljenek. Hát
csúnya szóval macerás dolog. Térjünk vissza még a Városháza épületére. Ez maketkészítés szempontjából mennyire számít egyszerűnek a 12 eddigi mellett? Ez annyiból számít egyszerűbbnek, hogy ez már a modern építészetnek a terméke a Városháza, hiszen 1951-ben adták át az akkori községházát rendeltetésének, és azóta ez belül nem változott, illetve most, hogy felújították, hőszigetelték, nyílászárókat cseréltek, most egy kicsit megváltozott a külleme, a belső része, de itt viszonylag könnyű a dolgom, mert ezeknél nincsenek boltívek, nincsenek kupolák, ez egyenesekből, merélegesekből, függőlegesekből áll, de ezt sokkal könnyebb meg elkészíteni. Hát persze azért itt is adódnak problémák. Mégpedig az, hogy az épület nem egyszerre épült, hanem különböző időpontokba, és a két épületet, ahogy összehozták, hát bizony az egyik épület keskenyebb, mint a másik, ez tulajdonképpen egy szemlélő nem is nagyon veszi észre, csak amikor a makettet kezdtem készíteni, akkor szembesültem vele, hogy na hát ez nem is olyan nagyon egyszerű. Ráadásul, ha a művelődés vagy a kultúrház felől nézzük az épületet, akkor látjuk, hogy például a tetőnél a két szarufa nem is egyforma hosszú. Az egyik rövidebb, és ott magasabb a fal, a másik alacsonyabb. Most ezt kell majd kigondolnom, hogy fogom megoldani azt, hogy ez a maketnél is úgy kiugorjon, mint ahogy a valóságban van. Tehát mindig vannak olyan problémák, amikkel az ember menet közben szembesül. Hát akkor egy pár napi töprengés után, mert nem érdemes lehorgonyozni ott, hogy na most csak ezt fogom készíteni, és amíg nincs kész, van másik dolog, amit lehet készíteni, gyártani, de az embernek közben az esze azon jár, hogy hogy kell azt a problémát megoldani. Március végére körülbelül napi hány óra munkával készül majd el a Városháza makettje? Hát olyan 4-5 órát fogok rászánni naponta, hogyha jobb lesz az idő, mert tulajdonképpen a nagy része már le van gyártva. Hol lehet majd megtekinteni, ha elkészül? Hát, ha elkészül, terveim szerint a városi ünnep, vagy a környékén, de majd még ezzel kapcsolatban lesznek megbeszélések, hogy hát hol lehet majd először bemutatni az egészet egybe.